minden nap gondolok rád. Olyan vagy te bennem, mintha nap mint nap látnálak a lelki szemeimmel. Kósza a szél, a felhők lágyölé, szájra tűj velünk egy más világ felé. Kis hajó az álmok tengeré, benne ül egy lány és én. És előttem nőnél föl egyre nagyobbra, már majdnem 19 évesre. Nagyon szeretnélek már a karjaimban tudni és megállítani veled az időt. A szél, a felhők lágyölé, szájrepülj belül egy más világ felé. Kis hajó az álmok tengeré, benne ül egy lány és én. Enyém a lófarkas. Tied a dundi, jó? Dehogy is, fordítva. Akkor neked kell leszorítanod őket. Jó, akkor tied a lófarkas. Ez az. Látni vagy már kisasszonyok a legféltettebb kincsemet? Még nem találkoztunk. Nem ismerkedek, köszi. Látott már ilyet? Miért van vatta körülötte? Törékeny. Drága, külföldi, ki lehetem? És ön kisasszonyon tudja, hogy mi ez? Szégyentelen! Adja még egyet! Ez egy dugóhúzó volt. Mi szépet lát, Bajkon úr! Jaj, Mancika, de megviccelt! Szólna Angélának, nézne végre bele a csövembe. Ha szólok neki, én is belenézhetek a csövébe. Hát persze, magam csináltam. Ezzel a két kezével. De ugye nem látta senki? Nem, éjszaka az igazi a sötétben. Tudom én azt. Látjátok, ez fényes nappal, repülő napon. Hát a Macival. Hát ti jártok? Mióta jártok? Akkor szól neki? Angéla! Most nincs kedvem, később nem lehet. Jó, mikor? Miért? Kiszámított az ideje? Az a légkörtől függ. A derűs légkört a rendszer garantálja. Szabadok most mindig a gyepen. Na gyerünk már, menjél. Jó, akkor start. Menjél már! Szabad a pálya! Csináld, menj! Ne nézzél, menjél, menjél! Erre kíváncsi leszek. Hölgyeim, bemutatkoznék. Eteka vagyok, balerinának készülök. A gyerekeket nem fogod felnevelni, hiszen én a karrieremmel fogok foglalkozni. Ja, és hogy tetszik a hajam, friss? Olga vagyok, feleségnek készülök, de csak jó partiról lehet szó ám. 6 gyereket szeretnék, egy nány és 5 fiú legyen. Igen, azt én is nagyon szeretnék. Bemutatkozhatnék végre? Arra várom. A Félix vagyok, vagyis V. Pardon? Mi az, hogy V? Fél X. Ezt értettük? Megismételni? A végét azt nem értettük. Félix. Tovább, ezen már túl vagyunk. Ezután mi jön, kedves Félix? Hát ugyanaz, vagyis V. Akkor jól értettem. Na végre már, te érted? Egy szót sem. Nincs jó napom. Nem értjük magát, kérem, ne szíves békén hagyni minket. Hagyjon minket élvezni a programot. Na mi az, esőző? Nincs meg bemélni. Béna.
figyelek? Sült húszsír, fogyóban, arankám, hörpölnék. Hörpölnék, papa. Magzatom, jó legyen. Nem. Nem, fiam. Aj, nem igaz. Aj, ezt nem hiszem el. Én már szemezek a lófarkassal. Na mi az? Lapot kaptál? Tuti, bár lehet, hogy a nap is a szemébe süt. Mire válsz mégis, ha? Most ezen filózok, hogy kacsintott vagy hunyorog, nem tudom eltölteni. Csini baba neves belé, Csini baba szeres belé, te leszel az édes angyalom, őrző angyalom, életem egész. Csini baba becézlek én, Csini baba te légy enyém. Ne haragudj kérlek ám azért, mert a csókodért elvedek én. Színes karton ruhád, csupa-csupa tarka virág, hangod lágyan igéz, ellen állni nehéz, pesti lány vagy és kész. Szeretem a szemed színét, de nem tudom a neved semét. Csini baba, szeretlek és így beszédlek én, Csini baba, légy hát az enyém. Csupa tarka virág, hangod lágyan igéz, ellen állni nehéz, pesti lány vagy és kész. Szeretem a szemed színét, de nem tudom a neved semét. Csini baba, úgy szeretlek és így tetszítlek én, Csini baba, légy hát az enyém. Csini baba, légy hát az enyém. Meghoztam a direktívákat. Ki maga? Ede vagyok. De hát hol vagyok? Ez nem az úttörő stadion? Elhéves fiatalember. Jó, nem éhes. Hörpöljön! Egyszer már eltévedtem egy szomszédos országba. Értik hová, ugye? Ahol is mi lett? Nyugodj már meg, pajtás. Itt biztonságban vagy. Hát értem, fognak jönni. Fújjon, Eli! Hol? Hát hová szeretne? Milyen direktívákat hoztál, pajtás? Pajtások egy kiírás. Vetélkedő. Különböző össznépi kategóriában, úgy mint néptánc, tánczene, artista szám és egyéb. A műsor címe pedig az lesz, hogy ki mit tud. Ki mit tud? És a nyertesek kiküldöttek lesznek a Helsinki vitel. Mit? Világ ifjúsági találkozó. Hozzá nekem is. Hé, Helsinki! Helsinki az már majdnem nyugat, nem? Észak-nyugat. Vagy észak-kelet. Nem, az észak, te. Ott kik laknak? Hát fókák. Fókák az egyik fajtás, pingvinek. Nem ott lakik valahol a Mikulás? Az télapó és szovjet. Gyed már oszt. Nem mindegy, hogy hol van Helsinki. Hát ott már kapitalizmus van. Azt a mindenit. Még. Ha. Még. Na. Ha. Még. Ha. Egyéb kategória, hát ez meg én vagyok. És a döntőt a tévés közvetítés. A tévés közvetítés. Meg fogjuk nyerni. Na, fél óvszak jelentkezni fog. Legyen szíves. Jobbak vagyunk mi akárkinek. Oké, okay, oké, okay, de miben? Rohanok! Akarod látni Katinkát? Hát, hülye kérdés, persze, hogy akarok! Na látod. Akkor kiúsz Helsinkibe, ott van ő is, és mi is. Na mit csinálj? Népi táncoljunk, na? Aj, te inkább hűtsd már le az agyad, jó? Hát akkor mit? Ide valami olyan kell, ami belülről jön, ami igazán mi vagyunk. Na, csajozzunk, na? Tánczenekart alakítunk, stimmt? Nem, az egy vagyon.
Ó, hát a presszóban ott áll a cucc. Már ma este elkezdünk próbálni. Leszervezhettem az öregemmel. De ki fog énekelni én? Attila. Neki az a legfontosabb. Én fogok szólógitározni. Te tanultál hegedülni, nem? Hát tanítottam. Jó, akkor te basszusozol. De kell még ide valami. Kell még ide. Mi kell még? Dobos, dobos. Bajkon úr. Nekem szól. Ne! Ki szól? Bocs, bocs, nem, nem. Ede! Szólhatok neki én? Mi az már? Ennyire vagytok? Ki ez és miért tegez? Nem vagyunk egy viszonyban éretlen. Tanuljon meg bemutatkozni! Ede! Ede! Ede, gyere ide! Gyere ide! Gyere már! Gyere már ide! Mondjad! Ritmus érzéked még van? Hát tele vagyok vele. Na, akkor dobolni is tudsz, nem? Hát, kis dobos voltam. Az tök király, ide figyelj! A legjobb inkognitó a nyilvánosság. Dekkolsz itt egy kicsit, tánczenekart alakítunk, és te leszel a mi dobosunk. Felfokoznak, döglén fognak utánad a csajot, irány Helsinki, akármi. Na, fajtás, belépsz? Hát, nem tudom. Na, már kis vagyok, hajtanak. Van mit kérünk. Négyek csatosat. Szalmaszállal, meg minyot. Jó. Én még ingadozom. Nem már is hozom. Nem kell elsietni. Tízkor végzett. Hideg legyen. Ki? Hát a Bambi. Neked meg vigyázod kéne a torkodra. Jaj, beteg mandula. Énekes. Énekes. Hát akkor... Hát azonnal kérek egy autogramot. Zöndelt igaz. Rögtön tudtam, hogy ismerős. Pláni profilból a kiköpött Gianni Morandi. Nekem is, nekem is. Eltöntöttem, hát felén! Végre kész a csapat! Megvarod ennek! Négy papírt, szalmaszállal, igen, bármit hozom. Sem papírban. Jaj, gondoltam, hogy nem úgy hoznám. A két végén így összecsavarva. Jaj, mutasd még egyszer, kicsi biú. A két végén így, így, ja, így, így összecsavarva. Így, így, így. Milyen fényesen világít a hold. Teli hold van. Milyen dundi. Hogy reszket az az ösvéd a tavon? De jó lenne szerelmes nekem. Csak nem egy Sputnik volt. Mennyi az idő? 10-ig még észlelek. Próbáljanak csak! Én is művész voltam, mindenhez értek. Attila, elnéztem magát. Jó gyerek maga, árva gyerek, itt maradt. Külföldi rokona sincs, igaz? Vagy van? Nem, nincs. Na hát akkor! Ne inogjon, döntsön! Lépjen be! Mi maradtunk? A mozgalom, ugye? Na, próbáljanak csak, serényen, vehemensen, szerepeljenek, tessék! Ez a hold, csak egy kicsit a régi rendszert idézi. Olyan kozmopolita.
Lehetne valami modernebb, egyszerűbb. Például Sputnik. Reszket a Sputnik a tóvizén. Na, próbálják meg így. Sputnik? De hát a szótagszám? Nem számít a szótagszám. Újkor, új szótagszám. Tessék. Reszket a Sputnik a tóvizén. Nyika, 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 nyika. Mi ez itt? Szabotás? Nyika, nyika, mint Nikolaj Szergejevics Hruscsov, a nagy Szovjetunió legelső vezetője? Népünk barátja, maguk az ő nevén parodizálnak? Szabotás, csöndet, kifelé, gyerünk, lefelé, lefelé, lefelé! Ne! Marad a hold! De hát csak a délcsontjához értem hozzá, Olgácska. Mi maga, hentes? Hát Isten, ments, hogy kész akarva. Azt hiszi, mert itt ülünk egy csónakban, már egy csónakban is evezünk. Tipi, tapi, tapi, tipi. Na, na, csak mert nyár van. Jó levegő, meg este. Én három műszakban dolgozok, és soká leszek 30. Min paprikázódott fel úgy, Olgácska? Csak nem az, hogy megtaláltam kérdezni, hogy jöjjön hozzám feleségül. Itten mit képzel már egy ilyen szörös férfihoz? Egy ilyen pakumparttal? Süljön a csónak! Hát emelkedik a víz. Teli hold van. Jön a tagály. Már még tengerész is? A hét elején pedig azt mondta, boxoló volt. Most meg evezni se bír. Nekem kelljen megmarkolni azt a rudat? Hát, markolja csak meg, ha jól esik. Azt hiszi, még sohasem volt a kezemben. Ne szomorítson el, Olgácska, hát olyan erőben vagyok, hogy ezt a csónaklátot a puszta lelkasommal szétpattintom. Na, hadd lássam, szájhőske! Hát, de áld elébb egy csúkot? Merre felé? Hát itt a szívem fele. Ó, a képin maga hunc után majd utána. Fogja meg. Japán és kínai. Elmentek félre, nem most sikerült, kínai elterült, a karomra ne Olgácska, egyem az uzáját. Addig se tud rosszalkodni. Hogy tetszik az új ruhám? Gyönyörű. Nem bő, ám de szellős. Igen. Prima karton, anyom. Igen. 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 Hát igen, igen, és de formás. Na. Na, mi ez? No. Jaj, nekem most már mennem kellem. Bezárják a munkásszállót, a végén rossz íremet keltik. Mindjárt. Most ide! Nézze meg, mit csinált maga, őrült! Hogy nézek ki? Az új ruhám! De hát, Olgácska, én le is rajzoltam magát. Mit mond? Hozzám jön feleség? Hülye! Idióta! Hentes! Velem tart, kisasszony, megázott? Megáztam maga őrült! Még nem is látta a bőröndömet a legféltettebb kincsemmel. Áh, simon bá, fő a bizalom, kell belőle egy egész csomó, mondhatni egy egész tömb. Igaz, simon bá? Disznó, dzsigoló! Mit csinált azzal a lányjal? Utána megyek, felsegítem.
közben mit érez? Tudj, ugrás közben nem érzek semmit. Csak úgy szállok. Én is szállok tánc közben. Tudja, balerinának készülök, vagy mondtam már? Azt csak a láttad, hogy dundi vagyok, az a hajamtól van. Fél karral is felemelhetne, hogyha akarna. Magának meg olyan szép alakja van, mint egy pezsgős pohárnak. Most el kell bújnom! Gyere már, ott van! Vigyük vissza, te! Van a puska! Lőd már el végre! Gyorsan! Gyorsan, azt menjünk a szomszéd utcába! Gyertek, menjünk tovább, hátra tesz valahol! Azt hiszem, elmentek! Tuti, Dodi! Tudja, mit bújjon el nálam? Hol? Mármint oda hozzám. Na jöjjön. Jöjjön már. Hogy csobognak a halak? Biztos ígnak. Melegük van. Olyan nehéz ezt egy lánynak kimondani. De hát egy fiúnak is. Tényleg? Hát nekünk is vannak. Igen, tudom. Érzéseink. Az olyan jó. Olyan nagyon jó. Micsoda, Telka? Hát a fiúk érzései. És a lányok is. De esetleg Ede, Dodi? Csupirka. De Dodi ezt honnan tudja? Hát meghallottam. És megjegyezte így egyből? Hát persze, olyan a fülem, mint egy elefántnak, csak most be van dugulva, mondja maga. Én nem tudom kimondani. Na jó, mégis kimondom. Dodi! Tupirka! Tegeződjünk! De különös ez az éjszaka. Hát igen, de neked miért különös, Angéla? Nem tudok aludni. Én sem, Angéla. Látod, ilyen? Mindig jön utánam. Mindig 5 lépés távolságra, sose közelebb. Mert azt nem lehet. Ha akar valamit, azt a Mancinak mondja. A Mancika egy szent. A Mancika! A Mancika egy szent! És akkor én mi vagyok, Bajkon úr? Maga, Angéla, maga egy olyan, hogy én nem is tudom, én már csak 10 lépésről merem követni. Túl szép vagyok magának, Bajkon úr. Nem beképzeltségnek ilyet mondani? Így ne látnak? Látjuk! De jó így látni magukat. De igaza van! Hát már az iskolában is te voltál a legszebb. Ugye? De te a Katinkának húzgáltad a haját szünetben? És télen őt dobáltad meg hógolyóval. És húsvétkor őt öntötted le egy vödörvízzel. De hallani nem hallom el magukat. Aj, az a jó. Miért nem engem? Mert hát én... Az osztályban az összes fiú belém volt szerelmes. No. Hát egy csomó még most is biztos azok. Gondolod? Beleléptem valamibe. Ne járkáljon, Bajkon úr! Álljon meg egy helyben. Akkor abban maradok, amiben beleléptem. Na, hát ez a szerelem! De én még csak nem is csókolóztam velük. Én egyikükbe sem voltam szerelmes, és most sem vagyok senkibe sem. De te csókolóztál a Katinkával. Igen. Egyszer a nyáron a szigeten. De csak egy kicsit! Különös éjszaka volt, csak még volt a sziget, a sétány, semmi se jár. Ahol lágy zene szól, mi csak néztük a vizet, és mindkettő.
volt élni ezért. Micsoda éjszaka volt, fények húztak a Dunán, mint játékos papírhajó. Nem láttam más, csak a hold és a fények a Dunán. Láttam más, csak a hold és a fények a Dunán, hogy így történt az első só. Hogy így történt az első só. Nem sokára a kapuzárás, tessék hazamenni, nem sokára a kapuzárás, lehet menni haza. Virrasztunk, virrasztunk, Bajkon úr, nem sokára a kapuzárás, menjen haza. Beleléptem valamibe. Mibe? Hát nem tudom. Hát derítse ki, ne titjek totyogjon ott össze-vissza. Mit néz? Láttam valamit ott fent az égen. Mit? Magas nőt elegáns cipőben? Nem, lehet, hogy ez Sputnik. Nincsenek Sputnikok, elmondtam már magának. Üles az ég. Mit néz ott folyamatosan? Adja ide. Mit néz? Ne nézzen ide, menjen haza. Miért nézi az óráját? Mindjárt 10. Nem soká hazamehetek. Miért? Kizárták? Intézkedjek? Nem, csak az albérletben, ahol lakom, megkértek, hogy este 10-ig menjek el moziba. Ha, de nagy bolond maga! Bajkon úr! Simon bácsi! Simon bácsi! Simon bácsi! Na? Most nem lát minket senki. Legyen jó, csinálja. Mit csinálja? Hát tudja, mint régen. Nem csinálom. Felnőtt ember már maga. De ha egyszer egyedül nem lehet. Dehogy nem lehet. A szocialista erkölcsel minden felér. Próbálja egyedül. Gyerünk, forogjon, forogjon, pörögjön. Repülök, Simon bácsi, repülök. Ez az Bajkon. Látom az űrhajót, meg Lajka kutyát, és súlytalan vagyok. Úgy van. Simon bácsi, még egyszer. Nincs még egyszer. Csak egy picit, még egyszer. Menjen haza. Még egyszer. Katona volt már? Nekem mennem kell. De vajon mi beléphettem bele? Te sok bajom van velünk, Istenem. Mondanám, ha nem lennék ateista.
kívánok, vonalat vagy átszállót? Hogy szólíthatom, szép asszony? Hát megállazom, te maga részeg. Nem írek én itt a garázsminet vagyok. Állít előttem ebben a kék, feszes egyenruhájában, azokon a gyönyörű, szép, szőrös lábain, hát honnan hozta ezeket? Hát, kabáru. Felébreszt ezen a virágillatú nyári éjjön a legszebb álmom kellős közepén, és akkor még csak a nevét sem tudhatom meg. Na jó, hát ha annyira tudni akarja, Terézia vagyok. Erike, szólíthatom ma éjjel így, csak amíg együtt közlekedünk. Bánom, és én, hogy a jegyit azt nem fogja ábricélni, azt Ó, nem. Hát van is eszemben, hanem Terike, hát most látom csak, ahogy így jobban megnézem magát. Hát kegyedem meg nincsen, bugyi. Micsoda? Így, ahogy mondom. Hát én le fogom magát szállítani. Nem bűn az, nagy a hőség, időnként rajtam sincsen. Hát de én rajtam van, bugyi. Na, kocincsunk egyet. Hát megáll az eszem. Hát tudja egyáltalán maga, hogy hol van? Hát persze, hogy tudom, a budapesti tömegközlekedés egyik elektromos felsővezetékű viszonylatán kettesben magácskával. Hát honnan szedi ezt a sok kételenséget? Hát látom, amit látok. De hát mit lát? Hát a fehér nemű hiányt. No, az ijegységre. Hát de ez nem lehet itt, hát ez itt. Na jöjjön, mutatok magának valami. Mutat valami? Na jöjjön. Most mit mutat? Ígyunk is! Akkor egészségünk! Szállád a már ilyet? Láttam! És? Hát maga is malac! Hát tudja, hogy mi ez? Hát ne akarja már az, hogy én most ezt itt mindenki előtt itten kimondjam! Hát ez a legféltettebb kincsem! Hát minden férfi el szokta magáról mondani. Miért maga mire gondol? Hát arra, amire maga is gondol. Vagyis? Hát ne teszik már engemet itt cseszletni. Tegyen meg a vonalat, vagy az átszálló jegyet. Hát jó, majd ha rendesen fel lesz öltözve. Hát nézze, én belátom, hogy most nincs rajtam harisnya, csak zokni a nyári nagy meleg miatt. Na ugye, hogy belátja. Mit látok? Na igen, és tovább? Hát de... Van rajtam. Bugyi, melltartó, ja, még kombiné is, hát délbe vettem fél, pontosan emlékszek rá. Erike, én szeretnék hinni magának, de nem tudok. Tudja, aki már egyszer egy valamiben füllentett, az másban is megteszi. Hát én miben füllentettem magát? Hát a bugyiban. Hát miért csinálja most már ezt a tény velem? Hát mert szerintem magán nem, hogy bugyi nincsen, de még melltartó, sőt kombiné sem. Még mutassa! De hogyan mutatná meg azt, ami nincs? Hát, akkor én megmutathatom. Hát csak nem akarná fölhúzni a szoknyáját. Hát azt nem! De lehúzhatom a bugyimat. Hiszem, ha látom? Na hát akkor nézze majd, én megmutatom ezt magának. Hát ezt meg hogy csinált? Ez valami trükk? A szoknyájában volt? Hát nem a szoknyámban, hanem a szoknyám alatt van. Hát, de hát ott nincsen semmi. Hát tovább is megmutassam. Hát nézze, Terike, ha úgy érzi, hogy tartozik ennyivel az igazságnak, és hát belülről fakad. Hát nekem most már nem belülről fakad. Hát akkor nem bánom, tudja mit csinálja. Nem fordulok el. Szembenézek vele.
magyar utas, hát ő akar, ő mondta, hogy. Ő mondta. Hát hiába, minden nő kurva. Bemelegítünk, vagy egy edzésmélet így szárazon. Attila, ne krákogj! Skálázz! Miért? Nem azt csinálom, Jenő! Heh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 e, Szinki! Attila, elég lesz, jó? Jó, jól van, Attila! Heh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 
Hú, várjatok már, srácok! Hát meg se beszéltük, hogy mi lesz a nevünk. Hát valami pozitív kellene, valami építő. Hát valami biztos nyerő. Hát de nem lenne baj, ha tetszene a zsűrinek is, nem? Hát mindenkinek. Mondjon egy jó zenekar nevet. Igen, de olyan kell, ami kifejez, amit akarunk. Szabad Európa! Én Ripszt vagyok! Jó, mi legyen akkor? Vörös posztó, srácok? Vörös hajnal? Hát tudjátok, az majdnem ugyanolyan, mint oroszul Aurora. Vörös hajnal, tánczenekar? Hát ez nem is hangzik rosszul. Legyetek üstökösök! Üstökös? Ütök, de kinek a tökény? Ne hülyeskedjél, mert ez tök jó ötlet! Bill Hillian his comments! He? Mi? Yes! 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 Vegyük meg! Egyelőre nincsen jó. Hé, srácok! De mit játszunk? Vagyunk Istenem! Mi nem gondoltunk? Mi legyen mégis valami lassú gyerekcsinálót esetleg? Dehogy is! Még egy gyors kell, sok dob! Sláger kell! Igen, sláger, de igen. Építő sláger. Igen, építő. Társva rádió? Fényes szagosson, ne hülyéskedj már velem! Mi akkor? Zene nélkül mit érek én? Na, akkor? Az jó lesz. Az meg irgalmatlan nehéz! Mozart, jó. Nem akarsz veletem elmondani! Hé, jó lesz! Hegyek hülyeskedj meg! Egyek! Megcsináljuk, érted? És hogyan? Sok munkával és sok próbával megcsináljuk. Sziasztok. Szóljunk az MHS-nek? Na most miért néztek rá? Hát csináljuk! Fejjelni mi? Utca válasz? Nem kell vokál, vagy valami más? Mi az? Nem igaz, itt mindenki hozza a csaját is! Jaj, a pincénőben mi van? Nem beszéltél vele? Hé, egy, K-H-E! Hé, Ede! Ede! Majd próba után csajozol! Most munka van, kőkemény munka! Jó. Vágjunk bele, jó? Állj, nem megy! Még csak nem is hasonlít az eredetre! Össze kell hangolódni! Ede, figyelj! Te hozd a négyet! Eltölted a lábom, hogy hozzam a négyet? Hozd a négyet! Majd én hozom helyetted! Tempósabban! Nagyon jó, most kezdj el lapkodod, az ütemet tart! Ugye mondom, hogy tud zenélni, hogyha nem krákok. Ilyet olyan jók leszünk ezt tudni! Yeah! Hé! Jenő! Jenő! Mit játszol? Honnan tudja? De tudni jó, ugye? Ugye miért jó? Hát tök jó, nem? Isteni, mintha nem is itt lennék, hanem oda. Hol? Mármint Marika néninél a megyfán, hát hol van? Szerintem inkább próbáljuk. Jobb is lesz, jobb is. Egy, K, H!
Sötét van, vége van. Hát de nem én dobolok, hanem Etelka. Nem szeretlek, Dodi! Vagyok, elegem van az egészből. Nem hagynom békén. Egész napom oda van. Fáradt vagyok megint. Mikor lesz már ennek vége? Jézus! Na jó. Na mi van? Csak nem álmos! Tudja utána ilyenkor mindig. Jaj, bírja már ki, hát mindjárt éjfél. Adjon egy dupla fél decit, de kemény pohár. Mit akar? Hát mindegy, mit csak marjon. Adjon még egyet, de nagyobbat. Csak nem Julius? Hát egykor Boston Cézárjának. Jaj, és hol van az a Boston? Hát az marhára messze. Na és mit csináltott? Ütöttek, én meg visszaütöttem. És ha én ütöttem a nagyobbat, akkor fizettek. És miért van magára az a lánc? Hát ez, hát virtusból. Ebbe akar hazamenni? Bár megszoktam. Nem már. Hát, de... És van otthon valaki, aki levegye magáról? 2 méterre 100 kilós négereket küldtem a porba. Kocsim volt sofőrrel. Oh. Egy sárga kedileken. És mi a fenér jött vissza? Hát... Hát, hülye voltam. És itthon? Itthon is tovább? Boxolt? Hát, hogy ne. Itt van internát a kis tarcsára. Na, ne. Tudja, Cézár, engem egy időben úgy hívtak Margit Büfé. Egy férfi munkásszálló mellett dolgoztam. Ott ragasztották rám ezt a nevet. Mert hát a Margit. A Margit az egy olyan nő, akinek nincs nagyon ellenére. Ha néha napján betérnek hozzá. Le kéne már magáról oldani ezeket a láncokat. Tudja mit? Nem megszoktam. Feszítse le most. Hadd lássam. Ha jó. Na, gyerünk. Nem fog ez úgy sem menni. Jaj. Hát ne ezt mondja. Azt mondja, hogy
kilós négereket, 2 méteres négereket küldtem le a porba. Hát mik ezek a vacak láncok az élethez képest? Úgy van. Meg tudom csinálni. Na? Hát mi ez a vacak csónak lánc? Ki vajon ők? Ki vagyok én? Na ki maga? Én vagyok Boston Cézár. Ez az? Gyerünk! Valami eltörött bennem. Mi? Kihúzták belőle azt a izét, azt a... az életszuflát. Na de... tudok egy jobbat. Ha most kimehetne, hogy döntene? Kimennék. Na, hát ez az, kimehet, ha akar. De hogyan? Újra maga lehet Boston Cézárja. Igen. Itt van ez a... ki mit tud, azt meg kell nyernie. Hát de túl koros vagyok. Ja. De... mondjuk föltesz egy parókát. Hát egy parókát biztos. Hogy ne? És akkor utána ott fog állni a lámpák fényében marha erősen. És győzni fog! Igen. Együtt fogunk edzeni. Jó. Na? Aztán meg irány Helsinki, onnan meg Boston. És maga? Én? Hát én maradok. De ha úgy akarja, addig magával leszek. Úgy akarom, Marika. Margit! Margit! Hány óra lehet? Hát, benne járhatunk az éjszakában. Margit, hogyan szokták becézni? Jaj, hát majd azt maga eldönti, ha valami úgy diktálja innen belülről. Na, hát lejjegyem már meg. Nem akarok én magától semmit. Menjen! Induljon már! Menjen már! Hazaindult, nem? Valami úgy ég ideben, tavaszi láng gyújt szívemen. Szememben lázas fények lángolva égnek, sodor az ár, ideje már, boldogság nekem is jár. Valaki kell nekem, csak az enyém, aki társ egy hosszú életen át. Értem már, mire kép, és ha bárhova néz, mindig és mindenhol csak engem lát. Valaki kell neked is, aki mellett, aki jóban, rosszban mindig enyém. Kinek hangulatát, minden titkos gondolatát, már a két szemébe nézve értem én. Aki úgy, ahogy én, sokat élt egyedül, aki mindig magát életében társra vár. Valaki kell nekem, aki hozzám való, kit a sor és nékem rendben talál. És ha él valahol, addig járom, kutatom én.
egy vidám! Kösz a nyakkedőt! Miért már megint? Zárultán vagyunk! Hát fogj egy sétapálcát! És akkor mi van? Mi volt, hogy tegezed? Hát teged vissza, kérlek! Én vagyok a fiatalabb! Félix vagyok, vagyis mi? Nem értem, kérem! Késő van már! Hányan jönnek még? Hát jó, sokan jövünk, táncolni fogunk! De az este már próbáltak! Hát, jó rácsászt élekem, mert most ez egy másik próba lesz. Hívjátok meg Ruber papát! Dicsértesség! Barázsgáti dicsértesség! Hol vagyok? Melyik háborúban vagyok? Ez most nem háború, Ruber papa! Látod már ilyet? Hogy ne láttam volna, fiam? Amikor 1915-ben... Bele ne kezdjen már, nem ezért hívottok ide énekévadján! Há, hová gondolsz, fiam? Há, fiatal feleségem volt! Jó van, akkor most itt semmi háború, ki mit tud lesz, jó? Te egy tartsd közelebb azt a tükröt! Amíg el akartam mondani, hogy a háborúban nem csak harc voltam, hanem volt bóka meg kacagás! Ott lehetett ám csak a nyugat nevetni, ugye kontraszt miatt tudja. Hűne rondá kezdesz kinézni, fiam. A lépéseket mutasson a könyöngök. És Attilaékkal mi lesz? Tudnak ők erről? Hát, kit érdekel? Egyéni bőrösön ruhatok, nem? Hát, öcsém. Kéne egy jó kis háború, Gruber papa. Hát nem volna ellenemre! Megtáncoltatnál mi még az olyan kis mögyös megyeskéket, mint Magácska? Mert a mai népek már nem olyan jó kedélyek, én úgy láttam, mint 56-ban. Ott voltál csak kacagás meg bóka. Na, csak annyit akartam mondani, hogy onnan a magosból Jóisten hátsójából kihultunk, mint egy adag kaki, letottyantunk ide, most már szagoljuk magunk. Na, megmutatom, hogy táncoltunk mi is hozzónál 1917-ben. Na végre már erre vártunk, ez az nap. Mi a fele vagy terigyében? Fényt kérek ide, fényt. Fényt! Először is. Valami lábbeli kéne hozzá, ha beadélkül nem igen megy. De hova már megint ez a gyerek? Könyörögve kérem, a lépéseket mutassa már, jó? Hát arra várom. Gyere, kulibázos! A sarok munkád legyen jó. Az a legfontosabb. Egyiket a másik után. Így, mi? Lehetőleg ritmusosan. Fogd egy sétapálcát, és légy vidám. Kösz a nyakkendőből, csokrotkomám, a szíved már is meri a tixilet ritmusát. Jaj, az észre is ide. Mi folyik? Mi ez a lárma? Másnap van! Csöndet! Mi ez a éjfél elmúlt? Orgiáznak? Azt hittem már mindenki lefekült. Ki ez a külföldi állampolgár? Papírokat? Hát ő a... Félix az udvarlom. Nem tetszik megismerni. Ez a néger? Hőha, ebből baj lesz. Tudják, miért vagyok én itt? Énekévadján? Mert engem letájékoztattak. Nehéz volt a vacsora? Jaj, de vicces ember maga. Odaföntről. És meg tetszett fürdeni utána? Utoljára kérdem, mi folyik itt? A panyukas. Papucsban vagy. Tehát mi csak szeppeltünk, mi ebben a baj? Egyáltalán hogy néz ki maga? Amit maguk szeppnek neveznek, az puszta demonstráció. Majd én megmutatom, mi az igazi szeppelés. Magam is művész voltam. Sét a pálcán, így légy vidám, kösz a nyakkendőből csokrot komám. A mellényed is pepita, szíved már is veri a Dixilet
szemtelen ritmusát. Hozd el nagypapától egy lacipő, lopj el nagypapától minden pittyinő, és így eleresztve járja régi csendre cselszó, mert ma ez a sik. Simon bácsi. Ezt nem hittük volna. Ugye? Ugye megmondtam. Hol tanulta? Moszkvában? Ne tagadja, felléphatott valakivel. Ezt nem kellett volna eltitkolni. Magának kéne indulni, aki mit tudod. Tisztán a John Travolta. Látod, Aranka, látod? Látod, papa? Nem kellett volna. Csituljál, Aranka, csituljál. Jaj, a lubbágo! Hát itt vagy! Kereket tettem! Te! Átok fajzat! Sose lő már be a fejed ágya! Mindig csak a szoknyák után futsz, aztán meg! Így maradsz! Na, mi van a köntös alatt? Pizsamát legalább vettél fel? Tehát így mindenki meglátja azt a csúnyádat! Na mutasd! Mutasd! Ezt te... nem kellett volna eltitkolni. Te atya úristen, te szégyentelen disznó! Na, marsz haza! Mász bele valahogy abba a talicskába! Te vén, pojáca! Te meg gyere ide nézzek, disznó! Vidd haza, ha már ide csaltad, te olyat kapsz! Tülés! Ezek a harcikot jövünk és táncoljunk! Lesz neked olyan háború, meg szerelem, mikor majd levágok a csúnyádat! Éjjel azt álmodtam, hogy befogtam egy Sputnikot a távcsővel. Az ablakban ott volt az űrhajós, a hős Lajka kutya. Integettem neki, és ő visszaintegetett nekem. Lehet, hogy nem is álom volt. Jaj, Vajkon úr! Oly nagy a világ! Még világ, Mancika? Oh, nem az az égi, hanem ez itt. Alatta? Képzelje, moziban voltunk. Na és mi szépet láttak? Nem szépet, hanem édeset. A Dolce Vitát, hogy abban a filmben milyen kanapok voltak, és milyen autók. És micsoda frizurák, és milyen nőkön. És milyen férfiak, a Marcello Mastroianni. Te értetted a végét? Mit számít a vége, ha a közepén Celentano énekel. És volt benne egy olyan svéd nő. Jaj, amikor mezítláb belemennek a szökőkútba. Aki tisztára olyan, mint a Manci. Az Anita Ekberg? Én jobb vagyok, mint Anita Ekberg. Leszáll a repülőről csupa nerc és strassz, meg ékszer. A mellei? Biztos, hogy fel voltak puckolva. Nem úgy, mint az enyémet. Kérem, baj, hanem most ne nézzen ide. Imád engem, Vajkon úr? Hú, Mancika, maga egy szent. Angéla, én döntöttem. El akarok menni innen, hogy olyan életet élhessek, mint azok az emberek abban a filmben. La Dolce Vita, édes élet. Édes élet. Angéla, te meddig akarsz még szűz maradni? Talán
augusztusi. Siess! Mi van itt ránk? Férjhez megyünk, meghízunk, meghalunk. Tényleg el akar menni, Monciko? Na, engem virággal dobáljanak, meg fotózzanak, meg imádjanak. És a Félix-el mi lesz? A Félix? Az olyan éretlen, még bemutatkozni se tud. Lefogadom, hogy a Gruber bácsi jobb nála. Írtam pár sort az emlékkönyvébe. A híredet legalább fogjuk hallani. Hát persze, kicsi Angélám. Kik meg a Lajka kutya. Halljátok, jobb lenne előttük játszani. Ezek készülnek valamire. Mondtad, azt nem láttátok? Nem. Pedig szóltam neki komolyan. Persze Simon bácsi a tombizó, ami itt van. Nem láttátok valahol a dobberőt? Mikor jöttök már? Úgy iszkodok, le fog lapulni a tupi. Ha nyerünk, az valami isteni csoda lesz. Memorizáld már azt a szöveget, jó? Nem ártana. Következik az ekovokál és táncosai. Hát ez mégiscsak sok! Mind a három lány! Ezek nem is férfiak! Jézusom! Egyes is gyújtájuk! Álljanak meg! Maguk férfiak vagy nők? Kikérem magamnak. Micsoda? A gyanúsítást. Milyen gyanúsítás? Az, hogy férfi vagy az, hogy nő? Mindkettő, mi versenyzők vagyunk. Ha-ha! Versenyzők! Maguk itt folytatólagos botrányokozók!
Ne kiabáljon bele, kérem! Nyugodjon meg, már vizsgálódunk! Maguk miatt van az egész! Miattunk? Hogy miattunk? Maguk engedték, hogy idáig fajuljanak a dolgok! Legyenek szívesek csendben maradni, vagy hívom az ügyetes rendőrt! Nagyon helyes! Látják, mi ez, nézőtársa? Nyílt színi provokáció a szocialista erkölcs ellen! Maga meg távozzon végre a színpadról! Kedves közönségünk, rövid technikai szünet után a vetélkedőt folytatjuk. Súsú, boromság, baromság. Sötét! Mondom, sötét! Figyelem! Lakótársak, figyelem, figyelem! Lakógyűlés, tömbtársak, szaporában, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Lakógyűlés, engem három helyszínen is várnak, gyerünk, igyekezzenek, hirdetni szeretnék, gyerünk, gyerünk! Hol voltál? Egész nap vártalak. Összejöttem a rendezővel. Mi csináltál? Összejöttél? Befejeznék végre? Csitulnának? Hirdetnék? Látja bennem a tehetséget, és be fog juttatni a következő fordulóba. Meg fog koreografálni. Nagy hírt kell közölnöm önökkel. Kilépett! Hurrá! Háztömbünk büszkesége az üstökös tánczenekar. Köszönhetően Jenő fiammal végzett gondos szemináriumomnak tovább jutott a Ki mit tud tömbselejtezőjéből. Köszönöm, köszönöm. Tudják, nem igénylem a személyi kultuszt. Egy kicsit sem. Állj! Hova fut? Hát még van 4 kilométer. Úristen, tehát itt mindenki megőrült ebben a tömbben? És megkoreografált már? Nem, ma este fog. Kapcsolata van a filmhez is. És aki az elődöntőn 10 vendége lesz eme, nemes és bűbájos sokszínű versengésnek, most tájékoztatott le engem a titkára. Na mit gondolnak, tömbtársa? Ki lesz az? Ne gondolkozzanak, úgyis elmondom. Csak nem Gagarin elvtárs. Igen. Még annál is magasabb állású, mondhatni a legmagasabb állású. Maga lesz a Simon bácsi. Úgyis olyan magasan áll azon a széken. Itt áll, fiam. Miért itt áll? A bánatom van. Mi a bánatod? Azt csak nóta közben mondom el. Jöjjön már el velem nótázni. Majd az Oswald Marika majd, az megy veled. A lakógyűlést feloszlatom, magukkal itt nem lehet beszélni. Másfél óra múlva önkéntes légoltalmi gyakorlat az óvóhelyen, megjelenés kötelező, viszlát, részvétel. De mit nem fejezték be? De hát itt nem lehet magukkal szót érteni. Na ne cviderkedjen már! Lessük minden szavát. Ahogy Olga, a Jenci fiáért. Mit akar maga az én fiamtól? Mire célozgatnak ezek? Jenci. Tudnak rólad valamit? Engedj el a slicét! Szavamra nem lesz többé gézengúz, legfeljebb néha-néha csókét nyúz, és majd a vízszigetre kézen húz, tudom én néki többé, mert nem kell csúszni. Jó lennél, szólt néki apuka, ha jó lennél, de többet nem is mondott, ó, ennél, annyit szólt még, hogy rossz ne legyél. Nekik még mindig kicsi gézengúz, pedig ő nagy fiú, bár még nem húz. Aki már régeségen pénzét nyúz, sogadom néki többé, mert nem kell túlzni. Jót tenne, hogyha az apu szigorúbb lenne, akkor tár remény.
kézen húz, tudom én még így többé már nem kell túlzni. Így lesz jó, érzem, hogy fölösleges minden szó, enni kell s ez mindennél többet ér, jó lesz ő majd az én szívemért. Régen volt még az. Még fiatal koromban. Te, és most kinek csapod a szelet? Hát, senkinek, senkinek. Mert nekem tisztességesek a szándékaim. Hogy is hívják magát? Megint itt, nem igaz. Olga Skorbut. Akcentusa van. Szovjet. Félig. Melyik fele a melyik? A mamám a magyar. És gyors. Rögtön utána a papámat le is lőtték. Akkor ezt most hagyjuk. Lehet tovább évődni. Menjünk, harankám. Na mi van, Félix? A Manci nem jön mozikba? Hogyha már lesz a Manciba minden, hogyha már végképp olyan? De hát szeret! Mi az, hiszen a tény sort hagyott itt nekem? Persze, hogy mit szeret? Roljon mindenet! Milyen mindenet állam? A tény hallat, négy rohadt sort hagyott itt nekem! Menjünk már! Mit dolgoztok már egy sort? De meg lesz ott a Manci, nem érdekel! Melletted fog ülni! Jó, mert Angéla! Attila. Megint nem tudsz aludni? Bajka úr. Furcsa, hogy megint akkor találkozunk. Jó, csak nem levelet kaptál. Ó, de igen. Csak tudod, milyen az Angéla, amikor úgy kell levelet írni, hogy nem írhatod meg igazán, amit szeretnél. Hogy folyton arra kell gondolni, hogy valaki elolvassa. Nem szólíthatom úgy, ahogy szeretném. Katalinnak kell szólítanom, és sosem szólítottam így, csak Katinkának. Én is mindig így hiszem. Haj, de a nyerünk Helsinkiben vár! Már tudja, melyik gépre kell szállnia, és hogy mennyibe kerül a jegy. Attila, én egy olyan fiúra vágyom, aki nem csak követ, hanem egyszer utol is ér. Ti ketten a fellegekben jártok, Angéla. Te meg Helsinkiben. Állítólag új nadrágot vett. Én is úgy hallottam. Épp mentünk megnézni az édes életet, nem jössz te is? Ha én azt a filmet még egyszer megnézem, én is elmegyek. Úgy, mint ő. Örökre! Fiatalabbnak látsz. Jaj, nagyon jól lehet, mindig ebben kéne járni, a gyerünk már! Volt pedig, csak velem pedig elmúltam már 40 és nem is tavaly. Egy kő, hát! Na is! Akkor az egy férfinál? Egy kő, hát! Egy kő, hát! Egy nőnek az igen! Gyerünk, csinálja! Egy kő, hát! Egy kő, hát! Egy, gyerünk! Kár, hogy lassan kifutok az időből. Milyen időből?
hogy még baj nélkül szülhessek. Hát akarna gyereket? Igen. Magától. Na, hát nem azt mondtam, hogy vegyem feleségül. De hát tegnap is voltunk együtt. Na és? Kin múlik Boston Cézárja? Eszembe jut mostanában a sárga kevileken. Ugye? A dolgokra meg kell érni. Tudja mit? Nem akar a srácokkal a zenekarukban játszani? Hát hogyne. Az igaz, hogy magának valamelyikhez volt valaha is valami köze? Aznap lőtték le a szüleit. Álva. Hát ha arra kíváncsi, nem ment neki. Mert hát ez az Attila, hát ez csak azt az egy Katinkát szereti. Ez az igazi szerelem. Hát mikor fog maga engem így szeretni? Margitka. Na, mutassa meg, micsoda a férfi. Jó estét! Ki van ott? Személyi igazolványt? Valamint jó estét kíván! Kisfiú! Alice! Te még élsz? Hát eddig hol voltál? Odállt! A túlvilágon? Tét úgy hívjátok? Mit? Emery! Ki nem mond? Ó, Simon! Soha nem tudtalak elfeledni. Rég volt, szép voltál, igaz se volt. De most már haza kell mennem. Engedd, hogy elmondjam neked, hogy szeretlek én, de jó, hogy megismert. Jön héden, ölej át és ringass,
szerelem. Hadd mondjam halkan, el ne hallja senki sem. A nagy világ, te vagy nekem. Karodba bújva már is célhoz érkezem. Hosszagú szél fújja dalunk, szerelmesen ketten vagyunk. Nem érhet engem semmi gond, ha hátrölelsz. Nem várok választ mástól, hogyha te felelsz. Haza talál, kóbor szívem, gyöngéden ölelj át és ringasd szerelem. Szigon! Merre vagy? Hol vagy? Aranka! Háj! Te mit keresel itt? Mi ez a kezedbe? Ez... Földi! Fekete pesgő! Szovjet! Isszák, oda át! Oda át? Kóstoltad? Éj, Aranka, soha! Há, ide vele! Aranka, nem szabad, ne bomolj! Na, milyen? Te, forog velem a világ! Aranka, éreztél már ilyen ízt valaha? Igen, Simon, mikor, hol? Hát, az intim. Te úgy érzem ma, kihúzzuk a nagy sezlonyt. Abban a sötét szemüvegben? Persze jól áll az egész sötétség. Egyet viszont nem szeretek, ha a szavamba vágnak! Hova menjünk? Jé, hát te is itt vagy. Nem hallottalak. Pedig ordítottam. És hol voltál? Egész nap vártalak. De mindegy az neked. Téged megkoreografáltak. Benne leszek a filmben is. És lett tudomásul. És én mit csináltam, te nem koreografáltalak meg? Dodi. Koreografálni. Ez Csajkovszki, ma hattyú halála, ha nem tudnád. Persze, egy megtömött hattyúé. Tudod mit, Dodi? Menj a fenébe! Látni már nem várj többé. Ez a szerelem úgy messze jár, ne hívj többé. Nekem keserű lecke volt, bár akarod, amíg átkarolt. Jó volt, szép volt, csak volt. Egy seppet se bár. Soha nem akarlak látni.
látni már nem várj többé. Ne is üzenj, itt elírni kár, ne hív többé. Nekem keserű lecke volt, bár az ajkad, amíg rám hajolt, jó volt, szép volt, csak volt. Az élet majd végre szabadon gond nélkül, járok utamon boltoskám, nem szólhatsz rám. Ó, ha tudtam volna akkor én, azt, hogy el tudsz hagyni könnyed, én talán szívem még megmenekül. Jól van, nyugodtan menj tovább, s végül szívemben majd a vágy elül, s nem fáj belül. Idáig szenvedtem, éppen eleget holnaptól, én is nevetek úgy, mint más, ez jobb szokás. Téged szívből imád, lásd be, hogy néked is van számtalan kis hibád. A rózsatövise is megszúrja a kezed, az áldott napfénytől is könnyes lesz a szemed. Ha néha bántalak, gondolj az első csókra, gondolj az első édes arcszerelme szóra. Egy percre könyvbe lábad, akkor majd a szemed, s rádöbbensz arra, hogy itt a helyed. Tudom, hogy jöhet egy másik, aki követ, és szebben mondja neked, hogy csak is téged szeret. Ne adja szóra, mert holnap virradóra, rájössz, hogy elrontottad már az életed. Hát jól vigyázz, hogy ne hibázz, ne hagyd el soha azt, ki téged szívből imád. Lásd be, hogy néked is van számtalan kis hibád. A rózsatövise is megszúrja a kezed, az áldott napfénytől is könnyes lesz a szemed. Ha néha bántalak, gondolj az első csókra, gondolj az első édes valakszerelme szóra. Egy percre könyvbe lábad, akkor majd a szemed, s rádöbbensz arra, hogy itt a helyed. Végre még van. Egyed? Hát, nem ismerni. Tán, ha orientálna? Ó. Oh. Maga démon. Ó, oh, Aranka. Terike. Azt emlékszik még rám? Hát, gondoltam magára hébe-hóba, nagymosáskor. Mert én ám magára azóta mindig egyfolytába. És? Jó szívvel? Jöjjön. Érezzem én. Azt képzelje, hogy még ám azóta én már szőrtelenítettem. Kár, úgy volt szép. Ó, nem baj az majd, az kinő. Na végre itt van, még van, nézze. Hát, ruhák? Hát, ruhák, mert én eljöttem otthonról. Ott hagytam az embert, a gyerekeket. Hányat? Nyolc. Azt magának meg van még, tudja, amit akkor megmutatott. Meg? Azt megmutatja nekem. A legféltettebb kincsem? Hát igen, azt, amit annak mond.
Úristen! Hát ez meg a Sztálin elvtárs mutató ujja levágott szobrán. Igen, kis szuvenyír 56-ból. Nem vagyok én egy perspektívikus egzisztencia terike. Tudja, én már gyerekkoromban megdobáltam Hortit, aztán fiatalkoromban Szálasit, hát később aztán Rákosit is megóráltam vagy kétszer, most meg ezt a Kádárt is készülök, hát aztán meg majd ahogy jön. Igen. Azt maga azt gondolta, hogy én még majd sütök, főzök magára, meg megvárom, amíg majd kijön. Itt a bugyi. Vigyél, emlékbe, kimostam azóta! És igen is tudja meg, hogy van rajtam, bugyi! Mentem az utcán tegnap, a sok embert bámult rám. Csak nem a szépségem, ami főképpen figyelemre méltótál. De csak mentem és észre se vettem, a szívem fura mód kalapát. Még egy kisfiú pont elém érve szinte szájtátva megáll. Nincs itt valami, kérem rendjén, mondtam óvatosan. Elővettem a tükröm nagy titokban, s megnéztem magam. Ahogy láttam az orrom benne, alig hittem el azt, hogy enyém. Olyan kormos volt, hogy az borzasztó, no de most már éltem én. Jól hittett velem ez a jelen, az örök hűszerem evő. De ne felette a búcsúcsomnál, hogy kém is ebből. S megnéztem magam, ahogy láttam az orrom benne, alig hittem el azt, hogy enyém. Olyan kormos volt, hogy ez borzasztó, no de most már értem én. Jaj, mit tett velem ez a jenem, az örök hűszerem elő, de ne felette a búcsúcsomnál, hogy kém én seplő. Jenő, kisfiam, hát mi ez a maskara rajta? Magzató, mit tettél? Mi a problémája vele, apuka? Hát vesse föl! Jelmez, ugye? Munkaruha. Munkaruha? Jenő, te ott hagytad az egyetemet? Oda bizony! És többet nem vár rám a nehéz ipar, ha bánya meg lenném város. Mi lesz most velünk? Hát mi lenne? Ezért gürcöltem egy életen át. Apuka! A mozgalomért gyűrcölt egy életen át, meg azért, mert ilyennek született. De hát nekem terveim voltak veled. Nekünk most már közös terveink lesznek. Terhes. Még nem. De nő kémény seprő, és híres zenész lesz. És ő tudálni fogom. Úgy. Úgy. És többet nem fogom levágatni a hajamat. És pártag se leszek. Szűz Mária. Megmondtam. És egyáltalán hogyan képzeled el a jövődet? Tudod, apuka, valahogy egészen máshogy. Gyere, Aranka, itt mindenki megőrült. Ma este táncolni fogsz nekem, aztán kihúzzuk a nagy sezlont.
nem hagytunk ott valami srácot. Szeretni borondulási, de finom lenne, csak az a másik észrevenne, benne lenne. Tudom, ha egyszer átölel, utána úgysem engedel, magasba repülni volna jó valakivel. Szeretni borondulási, elolvadási, elég a csókol márciustól februári. Fantáziák karandozó, te vagy talán a nekem való, valaki borondulási, szeretni volna jó. Valaki borondulási, szeretni volna jó. Kicsi Angélám, hát már meg sem ölelsz. Manci, ahogy te kinézel, a tévénél vagy? A Csehszlovák kísérleti tévé pult bemondó nője vagyok. Mizu is veletek, hogy vagytok? Bajkon úr, hát meg sem ismerem. Látja, ha normálisan felöltözik, meg a haja sem olyan, mint annak az Einsteinnek. Bizony, Bertalan teljesen megváltozott. De édes Bertalan! Hát magának neve is van. Jól megy sor a Mancika, szeretik. Imádnak! És Angélám, téged imád ez az ember? Egybe fogunk járni. És aztán elutazom Csillagvárosba. Én pedig várni fogok rá. És majd az űrhajóból integetek neki. Manci, ezt a négy sort hagytad itt nekem? Mimi, a Félix. Most már itt maradsz? Dehogy is. Megyünk tovább a Rivierára. Csak beugrottunk. De hát megnyertük a versenyt, bejutottunk a döntőbe. Hát biztos ügyesek lesztek. Na pá! Ki ez a fasas a kocsiban? Az a kocsihoz tartozik. A Csehszlovák kísérleti tévé pót koreográfusa. Na pá, édeseim! Manci, ne hagyj itt, te őrült! Megint most ne küldje vissza az emlékkönyvet! Szeretlek, te őrült! Megöllek! Megöllek, ha nem tudom, mit csinálok veled! Megöllek, te őrült! Gyere vissza! Megvárja a kés gyorsan! Ezt mindenkiért tudod! Mindenki egyéb persze azért az egyszerű Katinkáé, mi? Nyugi már, csak egyet kell aludni, és minden kiderül! Nem volt tudni aludni. Akkor én sem. Mi se, ugye, Dodi? Na! Soha többé nem fogok tudni aludni, az biztos! Vagy nyerünk, vagy kiderül, hogy csak álom volt az egész! Nem álom! Nem álltunk! Mondani akarok magának, Marita, Margit. Majd a száma után? Srácok, jöttek, értem az emházből. Hol vagytok? Következő versenyzőnk táncdal kategóriában, az Üstökös Tánczenekar. A legszebb híd a folyó nélkül van mit ér.
és a tűz a meleg nélkül, és a leány fiú nélkül, mond, termés nélkül termőföldet, mond, mit ér, a legszebb híd a folyó nélkül, mond, mit ér, és az éj az álom nélkül, életem a tettek nélkül, mond, mit ér, és zene nélkül, mit érek én, ó, zene nélkül, mit érek én, az álom nélkül életed, a tettek nélkül, mond, mit ér. Én zene nélkül mit érek én? Ó, zene nélkül mit érek én? Mond, zene nélkül mit érek én? Mond, zene nélkül mit érek eddig soha. Kérdezte? De hát együtt voltunk fél napokon keresztül. Együtt edzettünk. Aztán hazamentem, hogy ott maradtam magánál. Nem. Nem maradtad nálam. Látja, én nem csaptam be. Nem. Nem csapod be. Én azt sem akartam, hogy tegezzük egymást. Jaj, magázva is lehet szeretni a másikat. De nem tartozhatunk egymáshoz. Még a nevemet se tudta megjegyezni. Először pedig még becézni is akart. De hát az se jött soha a szájára. Én köszönök magának mindent. Köszönöm. Azt akartam, hogy tudja. Köszönöm. Mit köszönöm? Mit? Hát nekem kell magának megköszönni mindazt, amiről fogalma sincs. Az, hogy életemben először elhittem, hogy valakinek szüksége van rám. És nem csak arra, amire a legtöbb férfinak. Azt hittem, azért nem nyúl hozzám, mert maga is, akárcsak én végre megtalálta a társat, akire egész életében várt. Kamerapróba vagy nyertes? Micsoda? Rajtam a listán. Milyen listán? Hát a nyertes. Miről beszél? Ugyan, csak nem képzeli, hogy próba nélkül leadjuk azt, hát, amit egy egész ország néz. Zajlik! Zajlik a verseny! Persze, persze. Ha tudnák az igazat, hogy ez most nem az igazi, akkor nem lennének olyan igaziak. De hát, ők itt úgy tudják. Ők? Ők. Hát még... Aki most következik? A Boston Cézárja. Igen, a Boston Cézárja. Ugyan már, az egy amerikai kém, ráadásul még túlkoros is. Micsoda? Na, nem áll. Na, és akkor az üstökös tánczenekar. Ugyan. Az egyik bajosabb, mint a másik. Az énekes egy dezertőr. Nem áll. A gitárosra diszidálta a anyja-apja. Nem. A harmadik meg egy iskola kerül. A negyedik nem mondok semmit. Hát egy alkoholista. Nem hiszem. Látja, kérem? Mi? Ez nem ki mit tud. Micsoda? Politikai ügy. Nyugati utat ép. Jézusom. Oh. Oh.
Most meg hova tűnj már megint? Az eszem megáll. Olyan boldog lennék, ha kijutnátok Helsinkibe. Ha nyertek, én ott várok rád. Már tudom is, hogy melyik géppel megyek. Végre karjaimba zárhatlak, és együtt lehetünk. Képzeld, vettem egy új nadrágot. De úgyis látni fogod, mikor végre találkozunk. Örökké rád gondolok, és a hamaros olyan beteljesülő szerelmünk. Örökké rád gondolok, és a hamarosan beteljesülő szerelmünk. Katinka fél évig írt neked. Aztán járigetett egy amerikai fiúval, aki elvett őt feleségül, Katinka gyerekeket szült neki, és meghízott. Dehogy is, hát a levelek... Nem ő írta. Hanem ki? Hát más. De ki? Én. Te? De hát miért? Csak meg akartalak óvni a csalódástól. És így legalább megírhattam azt, amit mindig is éreztem. Még ha nem is azt írtam alá, hogy... Hogy Angéla? A Katinka helyett. Szóval 5 évig én beléd voltam szerelmes. Hosszú évek, emléke lesz a fész belőle. Ennyi minden, hiszen mi tartozom neked. Sajnos néha, néha én. De bárhová megyek, te ott állsz az út végén. Mindent megbocsátasz, mindig jót akarsz nekem. Hogyha néha bántam, akkor is jó van vele. Év úton járunk, sajnos néha Cézár, ne menjen ki. Az egészből nem igaz semmi. Már megvannak a nyertesek. Ezek a kamerák nem vesznek föl itt semmit. Nincs itt semmiféle kamerapróba. Érti? Nem fog innen kimenni senki. Se maga, se Attila. Mind itt fognak maradni. Mind itt fogunk maradni. Nem lesz ebből se Helsinki, se Amerika. Margit, ha én ezt a ruhát felvettem, olyan nem volt, hogy nem mentem volna ki a ringbe. Mi? Mit tetszik, kérem? Én nem tettem semmiről. Mit csak megszerezzük és felvesszük. Kiemelt gázsi fognak kapni. 13.75 fillért. Kamera próba! Próbálkozzatok csak, tessék! Meddig fogtok még rajtuk próbálkozni? Erős vagy! Ezt a műsor, ezt vegyétek el! Én ezt tudom, ti ezt! Ki fogjuk kérni? Mondjátok meg ki! Rokkó!
Én imádok élni. Imádok élni. Imádok nyári este csillagokra nézni. Imádok adni, imádok kapni. Imádok önfeledten boldogan kacagni. La 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 la, la 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 la. De szép az élet. Imádok élni, imádok nyári estén csillagokra nézni. La 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 la, la 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 la, de jó, hogy élek. Imádok adni, imádok kapni, imádok önfeledten boldogan kacagni. La 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 la, la 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 la, de szép az élet. Imádom azt, a csókodat, imádom, hogyha leszket ajka-dajka mond. Ha szól a gyert, imádom ezt, ezer-ezer el kell mondanom. Imádok élni, imádok élni, imádok bátor szívvel semmitől se félni. Várni te rád, vigyázni rád, szeretni téged. La 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 la, la 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 la, de szép az élet.
szerelem. Nagy a báink vérbekítő ritmusát, vidám kedve járja most az ifjúság. Fogj egy sét a pálcán, és légy vidám, kösd nagy a kendőtől csokrot komán. A mellényed is pepita, szíved már ismeri a kicsilek, szertelen ritmusát. Hozd el nagymamától mindent, mit kinő, és így eleresztve járj a régi kezdetsel szó, mert ha ez a sík.
egy Porcsin László rendező úrnak és Lacó Zsuzsa harangozó díjas koreográfusnak köszönjük és kérjük őket a színpadra, ugye? Kedves közönség! Egy nagy tapsal! Ha leérnek. Táncosok nevébe készülünk egy kisebb, apró ajándékkal, és a legjobb képű gyerek fogja átadni. Itt középen. És a legszebb táncos. Csak a társulat, hanem a Tavalyi Nyári Színház Egyesület vezetősége is köszöni a munkát mindkettőjüknek. Lélekben, hogy nagyon jó alkotótárs. Úgyhogy köszönöm, hogy őt is nagyon szívesen megtapsolják minden évben, akik eljárnak hozzánk. Köszönjük a tapsokat is, mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, találkozunk legközelebb ugyanitt. Köszönjük szépen!